ebben a ködben olyan lesz, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. A látótávolság korlátozott. Úgyhogy ne menjetek gyorsan. Először a sziget keleti oldalához megyünk. Vége. Most mit fogunk csinálni? Segítünk megkeresni Tomot. Kisebb a látótávolság, mint gondoltam. És elég erős az áramlat. Ez motorhang. Itt vagyok! Hello, itt vagyok! Itt vagyok! Semmit se látok a radaron. A gumicsónak talán túl kicsi, hogy észrevegyük. Tartsátok nyitva a szemeteket és a fületeket! Nem hallanak. Hey! Itt vagyok! Hey! Itt vagyok! Hey! Hey! Itt vagyok! Itt vagyok! Nem adnék most a helikopteremért! A szél észak-keletről fúj. 3 óra múlva lesz apály, és eléggé erős az áramlat. Ott. Tomnak ott kéne lennie. És Sam itt keresgél. Vagyis rossz helyen. Rossz helyen? Sam? Hallod, Sam? Charlie, hallgatlak! Irányt kell változtatnotok. Tom a Körmöspálcás-sziget nyugati oldalán lesz, és messze a parttól. Ez teljesen biztos, Charlie. Évek óta halászom ezeken a vizeken, Sam. Teljes mértékben biztos vagyok benne. Benében, hallottátok Charlie-t? Új irányt veszünk. Megtettem! Kapaszkodjatok! Remélem, Sarah. Remélem. Nem tudom, meddig bírok még kapaszkodni. Egy motor! Egy hajó! Hey! Hey! Igen, gyönyörűségeim! Megtaláltatok! Megvagy, Tom! Köszönöm, srácok! Azt hittem már, hogy végem. Charlie-nak köszönheted. Ő mondta, hol találhatunk meg. Ahó, srácok! Köszi, Charlie! Ha te nem lennél, még mindig kint sodródnék. Egy legenda vagy. Úgy tűnik, valami mégiscsak jól sikerült ma. A mi apukánk a legjobb! Ő a legeslegjobb apa a világon! Aki egyet ért velem, dudáljon! Úgy látom, készen vagyunk, uram, és homok is maradt. Csodálatos! Az öreg rázd meg módszer mindig! Jól vagyok! Még jó, hogy maradt egy kis homok, uram. Rázd meg, Sam! Rázd meg, el! Ennyi. Nem játszom vele tovább, Norman. Se a vacak pingvineddel. Ne hallgass rá, Pingi. Gyere, megmutatjuk nekik. Norman! De elég. Én kiálltam melletted. Mindenkinek azt mondtam, hogy szuper pingvin vagy. De csak elestem miattad és kinevettek. Derek jól mondta. Te tényleg egy vacak pingvin vagy. A reflektor! Gyertek le a jégről! Nem megy! Hívom tűzoltó szemet! Norman Price csapdába esett egy égő korcsolya pályán egy pingvinnel. Norman Price csapdába esett egy égő korcsolya pályán egy pingvinnel. Azt mondta pingvin? Gyerünk, szálljunk Jupiterre!
menjen hátrébb. Nem lesz semmi baj. A jég elolvad, a víz pedig majd eloltja a tüzet. Ez elektromos tűz, Mike. A víz csak veszélyesebbé teszi. Most mit csináljunk, Sam? Eli, kapcsold le az áramot. Arnold, te kezdj el habbal oltani. Vettem, Sam. Én hozom Normant. Áram lekapcsolva! Nyugalom, Norman! Megyek már! Most nézd, mit tettél! Tűzoltószer nem tud így elérni! Ez aztán nagy muri lesz! Várj csak! És az evezők? Egyet sem látok. Szerezzünk helyette valami mást. Gumilapát! Az tökéletes lesz! Vigyázz, Norman! Vízbe esett az evezőm. Szerintem még elérem. Jaj, ne! Az egyém is beesett. Elsodor a víz. Csak egy megoldás van. Segítség! 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 Ez meg mi? Ez segítség! Norman és Derek. Ó, egek. Sam, segítség! Elsodor az ár! Kapjátok el a végét! Kösz, tűzoltó szem! Köszönjük! Lehetnétek kissé körültekintőbbek. Bocsánat, Sam! Sam bácsi, oda néz! Jaj, ne! El kell oltanunk, mielőtt terjedni kezd! Hé, hol vannak az ütők? Amik? A gumilapátok! Szóval az a helyzet, hogy az volt az evezőnk. Utoljára a vízben láttuk, ahogy elsodorja a víz. Mindenről Norman tehet. Nem érdekel, hogy ki tehet róla. Ha nem oltjuk el azonnal a tüzet, villám gyorsan terjedni kezd. Nem tört el. Úgy látom, csak egy kis zúzódás. Hála az égnek! Mondja, mi az ördögöt csináltak itt? Mi csak kandisztunk. Értem, de remélem előtte mindenki bemelegített. Nos, én nem. És fokozatos volt a terhelés. Erdőtűz a malom közelében. Erdőtűz a malom közelében. Megállni! Most hová indul mindenki? Ez a csapat nem alkalmas most a mentésre. De tűz ütött ki az erdőben. Attól tartok, uram, ez most a mi dolgunk lesz. Tessék! Ó, igen, hogy mi? Én megyek, hozom a sisakomat. Mindenki húzódjon hátrébb! Mindjárt érkezik az erősítés. És hol vannak a többiek, uram? Később elmagyarázom. Mi jöttünk és készen állunk a mentésre. Értettem. Akkor oltsuk el ezt a tüzet. Maguk vigyék a tömlőket, én pedig majd csapkodom. Így. Kiegyensúlyoztam. Közel visz, addig itt tartjuk ezeket, amíg vissza nem viszik. Bocsi, még egy darab. Lady Puffy tappancs és Norman beleestek a folyóba. Lady Puffy tappancs és Norman beleestek a folyóba. Elvis, hozz Szaturnuszt! Elsodorta a kutyát a folyó! Trevor megette a kolbászomat!
Nyugalom! Megtaláljuk őket. Elindítom Szaturnuszt. Most. Ott van Norman! Norman! Kapaszkodj ebbe! Hallasz, Elvis? Norman biztonságban van, de nem látjuk a kutyát. Szaturnusz megtalálta Lady Puffy tappancsot, az óceán felé tart. Nem érjük el időben. De igen, ha levágjuk az utat. Késülj fel, Penny! Megvagy! Hallasz, Elvis? Lady Puffy tappancs biztonságban van, és hát nagyon boldog. Norman, tudod, ha az állatok veszélyben vannak, a gazdik nem mindig tudják megmenteni őket. Olyankor hívni kell az állatmentőket. És ne játssz a víz közelében, ha nincs veled egy felnőtt. Sajnálom. Viszont törődtél vele, talán készen állsz arra, hogy saját kutyád legyen. Azt már nem! A kutyák gonoszak. Mondasz nekik valamit, és más csinálnak, és mindig bajba keverednek. Ismerősen, ha... Jelzőrakétát lőttek fel a körmös páncás szigetről. Penny, készítsd elő Neptunuszt! Elvis már úton van. Kutassátok át a szigetet, én a környező vizet ellenőrzöm. Hana! Ben, itt vagyok. Még messzebbre sodródtál. Igen, elsodort az áramlat. Átkutatják a szigetet. De mi itt vagyunk. Van valami? Semmi, Penny! Sam, nincsenek a szigeten! Nem lehetnek messze. Kutassatok ott tovább. Én északra megyek. Itt vagyunk! Ugye nem ragadtunk itt a tengeren? Nem, Hana. Sam és a csapat keresnek minket, és meg fognak találni. Mondtam! Ez Ben és Hana. Megvannak! Úton vagyunk! Az én hibám volt, Sam. Meg kellett volna állnom, amikor megrándult a vállam. Hát néha mind feszegetjük a határainkat, Ben. Szerencse, hogy Hana veled volt. Jól vagy, Hana? Nem jutottam vissza. Indulás! Fejezd be a kihívást! Komolyan? Hát, talán segítségre lesz szüksége. Evez, mint a szél! Sikerült! Persze, hogy sikerült, Hana. Tudtuk, hogy menni fog, igaz? Igen. És most ünnepeljük meg körmös pálcás kajakos kihívásának új bajnokát, Hana! Lépés se tovább! Mivel én vagyok a sárkányok királya, még végeznem kell rajta egy utolsó simítást. Hogyha a sárkányok királyának tűzokádó sárkánya lesz, én leszek a legnagyobb király a világon!
sárkányok! Hű, elképesztő! Hihetetlen! Begyulladt! Mi? Wow! Oh. És éppen felénk tart! Ah! Jaj, ne! Pont az állomás felé tart! Legjobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie fajtáját. Na, ez új. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie fajtáját. Az én Bessie-m ott van. Tűzoltószem, levegő 100%. Levegő 100%. Bessie? A tüzet eloltottuk, és Bessie jól van, uram. Köszönöm, Sam. Hát, Eli, talán nem sikerült elvégeznem a füstszobás gyakorlatot, viszont megküzdhettem egy tűzokádó sárkánnyal. Így van, Elvis. Ó, jaj! Úgy tűnik, hogy Norman most kiadós fejmosást fog kapni. Tűzoltó szemtől? Nem, rosszabbtól. Norman Price! El se hiszem, hogy majdnem felgyújtottad Steel parancsnok úr Nellie-jét. Úgy hívják, hogy Bessie. Steel parancsnok úr Bessie-jét, Norman! Sajnálom, anya. Hidd el, nem szándékosan csináltam. Tudom, hogy baleset volt, Norman, de a tűzzel játszottál, és azt sohasem szab... Levegő 100%. Levegő 100%. Arnold, kapcsold le az áramot! Penny, oltsd el az emeleti tüzet! Vettem, Sam! Áram lekapcsolva, Sam! Hurrá! Igen! Nagyszerű vagy, Sam! Sam, sikerült! Kibújtam az állatmentő egyenruhámból. Készen állok kiállni a tűzzel. Sajnálom, Elvis, túl késő, már eloltottuk a tüzet. Várjunk, még nincs túl késő. Miről beszélsz, Hannah? Sok pizzát tettem a mi sütőnkbe is, és a legmagasabb fokozatra csavartam. Ó, ne! Lehet, hogy az is ég már. Megyek is! Levegő 100%. Levegő 100%. Áram lekapcsolva! Nagyon sajnálom, hogy annyi pizzát gyömöszöltettem a sütőkbe. Jó volt kicsit főnöknek lenni. Kicsit? Tudom, hogy nagyapádnak akartál segíteni, James, de meg kellett volna várnod az anyukád vagy apukád, hogy segítsenek. Sajnálom, Sam. Jobban kellett volna figyelnünk. És most egy pizzát se adhatunk nagypapának a vasutas gálára. Talán én tudom, honnan szerezhetünk ételt. Remélem, tűzoltó szem mindjárt itt lesz az étellel. Én is. Farkaséhes vagyok. Ó,
ott van Sam. Vajon mit hozott? De hisz... Na hát, lehetetlen. Bella lasagna. Bella lasagna. Bella lasagna. Buongiorno, jó újra látni titeket. Mikor tűzoltó szem felhívott azzal, hogy vészhelyzet van, beizzítottam a pizzasütőmet. És annyi pizzát készített, amennyit csak tudott. Igen! Hurrá! Éles hang szól, baj van ám. Tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen, adj helyet, itt jön szem, a tűzoltó.